Az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk a saját jóllétünkről, a nemzetközi vándorlás megítélése. Ilyen kérdéseket is érint a kérdőív, amelyet országszerte összesen 440 ezer háztartásba küld el a KSH. A korábbiaknál jóval nagyobb mintán hajtjuk végre, 10%-a került kijelölésre a háztartásoknak. Egyedülálló abból a szempontból is, hogy teljes körű gépesített összeírást hajtunk végre, biztosítva a lakosságnak a webes felületen történő kitöltést. Az összeíróink laptoppal, tablettel végzik az összeírást. Ez egy nagyon gyors, költséghatékony és adatvédelmi szempontból is egy még megbízhatóbb rendszer a korábbiaknál, és számos kiegészítő kérdév kapcsolódik a felvételhez. Ezek olyan jellegű társadalmi kérdéseket vizsgálnak, amelyekkel adós a hivatal, tehát régen voltak ilyen típusú felvételeink. A KSH a mikrocenzusnak köszönhetően adatokat nyer a népesség nagyságáról, iskolai végzettségről, foglalkoztatottságról és a családok főbb jellemzőiről. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 23 ezer véletlenszerűen kiválasztott háztartás került a mintába. Az összeírást október 1-e és november 8-a között végzi a statisztikai hivatal. 184 összeírónk lesz a megyében, ezek többsége ugye a mezőgazdasági összeírásban részt vett július hónapban, mobilászközös kikérdezéses formában, illetve a népszámlálásban, a 2011-es népszámlálásban is korábban dolgozott számunkra. Általában olyan személyek, akiket a társaság, illetve a lakosság elismer, befogad és szívesen válaszol számukra. A mikrocenzus lakás és személyi kérdőívének megválaszolását törvény írja elő azoknak, akik a mintába bekerültek. De a kiegészítő kérdésekre a válaszadás önkéntes. Az első eredmények várhatóan 2017 májusában lesznek elérhetőek.